Na fiúk, lányok, folytassuk akkor a játékot, ahol legutóbb abba hagytuk. Most az FBI-tól fogunk küldetést kapni. Nem is tudom, hogy ez most melyik küldetés lesz így hirtelen. Talán most kell majd a pénzszállító teherautót felborítani és kirabolni majd. Lesz majd egy kis tűzpárbaj a rendőrséggel, stb. Stb. Úgyhogy, ha jól tudom, ez az lesz egyébként. With that thing which we did, then our past indiscretions would be forgotten. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Ez a csávó. Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of the Franklin úgy néz ki szerintem, mint Sweet. Mint Sweet a GTA San Andreasból. Hasonlóan néz ki. Annyi, hogy ő rajta nem rövid a drág volt. That we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? Ki nem szeret eladni drogot? They're going to use this money to finance a war on our streets, and we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Franco. És most átváltottunk Trevorra. Hát, jól van. Na, hagyjuk el a környéket. Na igen, ez az az a küldetés lesz, amire számítottam. We need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot, and make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man. I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder. Bite me. Na, Franco. Na most a következő dolgokat kell megszerezni. Szerezni kell ruhát a helyzethez. Ó, O'Neill, mit szeretnél te, szemétláda? Fuck you, man. Wow. You're the guy stealing contracts. Na most nem foglalkozok azzal a csávóval. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Uramisten, ez az üres fenyegetőzés. Most megmondtuk az O'Neillnek, hogy mi most hol tartózkodunk jelenleg.
Vespucci Beach, Los Santos, gyere is találj meg, gyere is keresd meg. És nem fog idejönni egyébként, hát értelemszerűen, de hülye volna idejönni. Hát mert kinyiratnád gyakorlatilag saját magát, hát. Azért ez érdekes. Trevor nem szarozik, és látszik, hogy ő benne alig van félelem. Tehát benne félelem szinte alig van. És ez hihetetlen, tényleg. Nem semmi egyébként, nem semmi egyébként Trevor. Na most na, a következő dolgokat kéne megszerezni. Ruhát. Maszkot. Na, még egyszer akkor sorjába. Kell egy autómentő, kell egy kukásautó, ruha kell, meg maszk. Ezt a négy fajta dolgot kell megszerezni, utána indíthatjuk is a küldetést. Tehát ez most olyan fajta küldetés, hogy elő kell rá készülni. Nem csak, hogy elindítjuk, az kész, már ott van minden. Nem, erre elő kell készülni. Erre a küldetésre. Ez igazság szerint... Hát az, látjátok a térképen, hogy a helyszt setup ikon van ott, hát... Nem tudom, hogy ez most mennyire helyszt egyébként. De hogy figyeljetek, végül is egy páncélozott pénzszállító autót akarunk kirabolni. De elméletben az kábítószer lesz, amit el akarunk lopni. Elméletben. Úgyhogy... Hát érdekes minden esetre. Na, akkor ellopjuk az autómentőt, de... Egy pillanat és folytatjuk. Rendben van, fiúk, lányok, csak megnéztem valamit, leellenőriztem, hogy minden fasz a felvétellel. Meg ahogy csinálja a képeket a játékról, mert borítóképet valahogy kell majd csinálnom. Na, ezt többféleképpen meg lehet csinálni, ezt a küldit. Meg lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elviszik az autómentőt, a csávóval meg nem foglalkozunk. Viszont, hogyha a csávóval nem fogunk foglalkozni, akkor nehezebb lesz a menekülés az autómentővel, mivel, hogy mondjam, szóval, hogyha nem ütjük le a csávót, vagy nem öljük meg, akkor ki fogja ránk hívni a rendőrséget. Viszont hogyha leütjük, akkor nem kapunk körözöttséget. Szóval én most azt fogom csinálni, hogy fogom a csávót és leütöm. Na, erről ennyit. Kiütöttem a csávót. Úgyhogy... Emiatt már nem kell aggódni, hogy esetleg kihívja ránk a rendőrséget. Na, megvan az autómentő. Már csak vissza kell vinni az FBI-nak a lerakatjához. Az FBI-nak úgymond a bázisához. Ahol szoktuk tartani a találkozókat. Ahogy megfigyeltem, most nem csinálja azt a játék, mint a jóbút karjába, hogy eltűnik a textúra. Úgy mint egy két részel ezelőtt körülbelül. Most teljesen jól fut a játék. Tehát most semmilyen panasz nincsen most így rá az én részemről. Tehát most pont tökéletes. Egyébként annyit csináltam, hogy a V-Sync-et, ezt meg is mutatom nektek. Settings, Graphics, és itt van a V-Sync. Itt van a V-Sync, fiúk, lányok. Ezt bekapcsoltam arra, hogy half, tehát hogy félig legyen bekapcsolva. Van olyan, hogy on, de akkor 30 FPS-en van. Ha a half-re állítom be, akkor talán megvan stabilan a 60. Viszont, hogyha kioffolom, akkor van körülbelül ilyen 80-90 FPS-em, amit gondolom már a gépem nem tud így elviselni, vagy hogy fogalmazzam meg. Mivel, tehát azért nem bírja el, hát látjátok, hogy ha kioffolom, akkor eltűnik a textúra. Gondolom ezt már a processzorom nem bírja. És emiatt nem bírja betölteni a textúrát, még a videókártyám sem. Szerintem inkább a videókártyával van probléma. Tehát a videókártya már nem bírja ezt a nagy
terhelést elviselni, és nem tudja betölteni a textúrát. Legalábbis gondolom én. Én meg voltam olyan hülye, haverom ismerősen mondta, az egyik barátom, hogy vegyem ki a... két ROM-ot vegyek ki a gépből, mert elméletben a számítógép nem képes, hogy mondjam, a számítógép elméletben nem képes betölteni a ROM-okat, mert hogy mondjam, de jó, ez bonyolult egyébként így elmagyarázni, de van, ugye én, nekem 24 GB RAM volt a gépembe, és én ugye kivettem most 8 GB-t, így most már csak 16 van benne. De úgy néz ki, hogy akkor nem ezzel van a probléma, hogy most, hogy a RAM-mal, mert elméletben, hogyha mind a négy, tehát hogy a, hogy fogalmazzam meg, hogy elméletben mind a négy RAM slotot használja a gép, akkor sokkal lassabban fut minden. A számítógépen sokkal lassabban fut minden rajta, hogyha mind a négy RAM slotot használja. No, úgyhogy örülök neki, hogy így most normálisabban fut a játék. Buy 3 bowler suits. Oké, vegyünk egyet Trevorra, veszünk egyet. Ez lesz a Michaelé, ez meg a Franklin-é, és ennyi. Gyors vásárló, 16 másodperc alatt megvettük a cuccokat. A United Colors. Na, ez 100%-os lett. Jól van, akkor következő célállomásunk, megyünk és megvesszük a baszkokat. A boiler ruhát, de mi az a boiler ruha? Elég érdekes. Mindegy, a boiler ruhát lehúzhatjuk most már a bevásárló listáról. Fiúk, lányok, egyébként valaki kérdezte kommentbe, hogy nekem miért ilyen szép a játék, miért ilyen szépek a színek nekem a játékban, miért ilyen szép színekkel, na, tehát értitek, na, tehát miért ilyen szép színes nekem a játék. Hát lényegében én nem használok semmilyen modot a G5-ben, egyrészt azért, mert kibannolnak a játékba, és még online-ozni se tudok majd. Másrészt meg nem modolom a G5-öt, mert minek? Önmagában szerintem elég jó játék a G5. Mert még... Hogy fogalmazzam meg? Tehát nekem azért ilyen szép színes a játék. Hát nézzétek meg, milyen szép színes például a Vidám Park. Hát ez azért ilyen szép színes, mert... na, a monitorom miatt. Mert nekem... egy Asus monitorom van. De akit esetleg érdekli, hogy... hogy most milyen monitorom van, annak ott van a link a leírásban. Vegyünk Michaelnek is egy maszkot. Michaelnek jó lesz ez. Meg megvesszük ezt Franklinnek. És ennyi. FaceTime. Ó, 20 másodperc alatt kellett... 20 másodperc alatt kellett volna megvenni. Na mindegy. Ők mindegy, nem 100%-ra hagyazunk, és én meg a G5-öt nem is fogom 100%-ra kivinni a büdös életbe se. Ja, megint még több mint valószínű, hogy a Samandrászon kívül más játékot nem játszok ki 100%-ra. Tehát például a Vice City-t se fogom kijátszani 100%-ra, a GTA 3-ot pláne, hogy nem. Hát a Vice City-t maximum egy újrajátszás keretein belül fogom kijátszani 100%-ra. De... az se biztos. Hát lehet, hogy ki fogom majd azt játszani 100%-ra. Majd egy újrajátszás keretein belül, de még egy Vice City videó sincs a csatornán, és megint már...
hogy mondjam, tehát én GTA, ugye én GTA Máté vagyok, én GTA-s játékok, én a GTA szériából csinálok videókat, így elsősorban. Na de most mi lesz akkor, hogyha én kipörgettem már az összes GTA-t? San Andreas-t, a GTA 3-at, akkor a... Hogy mondjam... Tehát az összes GTA-t, amit kiadtak PC-re, GTA-től San Andreas-t, a GTA 4-et, meg stb. Hát most mi lesz azután vajon? Hát... Igazság szerint még... Tehát hogy mondjam? Én ezen még nem gondolkoztam sose, hogy most mi lesz akkor, hogyha tényleg minden GTA-t kijátszottam. Mert figyeljetek, most kijátszhatom minden GTA-t kijátszhatok vagy kétszer. Egy újrajátszás keretein belül. Hát például a San Andreas-t, azt a régi csatornámon, azt vagy 3-4-szer kijátszottam. Live-ba is kijátszottam élőadás formájába. Akkor még videóba is, vagy 2 vagy 3 alkalommal. Azt is csak úgy, hogy egyszer játszottam ki 100%-ra, vagy lehet, hogy kétszer is kipörgettem 100%-ra, nem tudom. De azért az komoly végijátszás volt. Mert most ilyen, vannak ilyen modolt San Andreas-ok. Meg ugye vannak ilyen, ilyen modolt San Andreas-ok, ilyen modolt GTA San Andreas-ok, külön sztorival, stb. Azokban még esetleg lehetne ilyen végijátszásokat csinálni. Na. Megérkeztünk akkor az FBI-nak a lerakatjához. Kiszállunk a kukáskocsiból. Na fiúk, lányok, már csak egy menekülő járműre lesz szükségünk, amit el kell rejtenünk. Hát nem tudom, itt szerintem tökéletes lesz. Na hívjuk fel Michael-t. Meg várjatok, már témát azt átállítom. Narancssárgára. Trevornak narancssárga lesz. A telefonjának a színe. Jó. És akkor felhívjuk Michael-t. De várjatok, ez így nem lesz jó. Nem, itt nem lesz jó. Itt nem lehet a járművet elrejteni. Nem tudom, valamiért nem fogadja el ezt így rejtek helynek, ezt a sikátort, ahova el akartam rejteni. Na fiúk, lányok, ezt a helyet lehet használni, hogy elrejtsük a menekülő járművet, mert ezzel fogunk majd elmenekülni a rablás után. Na, hívjuk Michael-t. Mark Getaway Location. Getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? La Mesa. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off.